A helyzet. A második világháborúban, ami 1939-től 1945-ig tartott, körülbelül 60 millió ember halt meg. Ebből a számból úgy körülbelül 6 millió embert öltek meg a különböző koncentrációs táborokban. Ennek az volt az oka, hogy a német ideológia kol, mi nevezzük Übermensch elméletnek. Ez volt a fő oka, ami azt jelentette, hogy az eredeti német faj fog fönnmaradni az egész világon, kell, hogy fönnmaradjon, amilyen hamar ez lehetséges. A első és legkomolyabb ellenségnek számított a zsidó népesség. A legnagyobb koncentrációs tábor Lengyelország területén épült, amikor a krematórium teljes gőzerővel dolgozott, csúcsidőben napi 20-25 ezer embert sikerült elpusztítani. Ennek a tábornak a neve, amit soha nem fog elfelejteni az emberiség, Auschwitz. A tábor főnöke dr. Mengele volt, és 1944-ben egy norvég festőnőt felkért arra, hogy fessen képeket ezekről az általa kiválasztott ismeretlen nőkről. Ugyanabban az időben egy zsidó filmkészítő, a neve volt Andrew Schwitz, készítette ezeket a fotoportrékat és filmlövéseket, felvételeket. Szegény nők számára ez volt az utolsó fototerápia. Dr. Mengele megígérte a modelleknek, hogy a filmfelvételek és a festmények, fotók elkészítése után szabadok lesznek, visszamehetnek a saját hazájukba, a családjukhoz, illetve hát a családjukkal együtt. Ők szerencsétlenek elhitték ezt, nem tudták, hogy ezután a filmfelvétel után mindegyiket azonnal megölik, a gázkamrákba és a testüket elégetik a krematóriumba. Ez az első alkalom, hogy a nyilvánosságnak bemutatjuk ezeket a fotókat és filmtekercseket, emlékül annak a 6 millió embernek, akiket a koncentrációs táborban megöltek.
Thank you.
A titkos tekercsek történetre. Amikor az én nagyapám, Auschwitz, befejezte a fotó- és filmfelvételeket Auschwitzban, előhívta ezeket a tekercseket Dr. Mengele laboratóriumában. Gondolta, mi lenne, ha megőrizné valahogy ezeket az anyagokat a jövő számára. Tudta, hogy ő nem fogja túlélni a háborút, mert ő a Zonderkommandóban dolgozott, a krematórium 1-be, és minden Zonderkommandóst kivégeztek, megöltek a harmadik hónap után, mert az SS nem akarta, hogy tanúi maradjanak annak a helyzetnek, élő tanúi, ami a gázkamrában és a krematóriumokban történt. Úgyhogy az én nagypapám döntött, az ő kollégáival megőrizték ezeket a tekercseket egy speciális bútordarabban. Ugyanis egy SS főnök, General Bruns, megkérte őket, hogy csináljanak egy gyönyörű szép rekamét fából az ő családjának. Ők ezt meg is csinálták nagyon ügyesen, és a lábaiba nagy titkos lukakat tettek, faragtak, és ebbe dugták bele a film és fotó tekercseket, a fototerápia anyagait. Az én nagypapám föl is írta a rekamétára egy lakcímet, az ő saját lakcímét. Ez történt 1945. januárjában. Az orosz hadsereg egyre közelebb és közelebb került Auschwitzhoz, minden SS katona megszökött a koncentrációs táborból. General Bruns nem tudta elküldeni ezt a bútort Berlinbe a családjának. Amikor a szovjet vagy orosz hadsereg elfoglalta Auschwitzot, megtalálták ezt a rekamét a krematórium melletti nagy szeméthalmon. Elolvasták a lakcímét a nagyapámnak, a rekamié hátába faragott lakcímét, és elküldték a rekamét automatikusan az ő címére. Az én apám megőrizte ezt a rekamét a II. Világháború után. Emlékszem rá, hogy gyerekkorunkban mindig ezen ugráltunk, ezen a bútoron a testvéreimmel, és az apánk mindig megkért, hogy ne csináljuk ezt, mert ez az egyetlen emléke az ő apjától, tehát ne törjük össze ezt a bútort. Később az apám elmozdította ezt a rekamét, levitte a pincébe, mert nem volt elég helyünk a lakásban, ugyanis születtek újabb testvéreim. Amikor én 18 éves lettem, és elhagytam a szüleimet, az apám megkérdezte tőlem, kell neked ez a bútor, esetleg ez a rekamé alvásra? Úgyhogy ezt megkaptam, és elvittem az én új lakásomba. De sajnos az utolsó 10 évben tönkrement a pincében, mert valamilyen állatok, egerek vagy valamilyen bogarak, nem tudom pontosan, megették belőle egy csomó faanyagot. Úgyhogy amikor én nekiláttam megjavítani ezt a bútort, akkor volt nekem a legnagyobb meglepetés, hogy kinyitottam a lábait, és ott megtaláltam ezeket a film és fotó anyagokat. Hát ez a története a tekercseknek. Szóval az úgy történt, hogy 50 évvel az események után, 2005-ben, két unokámmal elindultam egy emléktúrára oda, Auschwitzba. Meg akartam nekik mutatni azt a helyet, ahol a nagyszüleik, szüleik voltak, és jó részük el is pusztul. New Yorkban éltünk, Williamsburg zsidó negyedében. Két unokám, Menon és Claudia, 5 és 7 évesek voltak. És elindultam velük.
miután megnéztük Auschwitzban a múzeumot, 2 kilométerre lévő folyóhoz mentünk, a Misztulához. És ott láttam, igen, megéreztem és megláttam azt a kis szigetet, ami hamuból volt. Abból a hamuból, amit a 6 millió elégetett emberből oda szórtak fél évszázaddal azelőtt. Igen, abból a hamuból egy kis sziget keletkezett. Olyan sok hamut szórtak oda, hogy nem bírta elmosni a folyó. És a hamu tetején csodák csodájára megfogant egy kis fa. Napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra egyre erősebb lett, évről évre. És ott állt ez a fa, és teljesen megdöbbentem a látványtól. Odaállítottam a 2 unokámat alá, a fa alá, és készítettem róluk ezt a képet. A fa tetején már félig már kiszáradt, kis új hajtások, levelek nőttek, kis zöld levelek. Május volt, csodálatos napsütés, meleg, igazi újjászületés. Eszembe jutott anyám, aki már 4 éve meghalt, utolsó óráján fogta a kezemet, szemembe nézett, és azt mondta, fiam, én most már elmegyek a rokonaimhoz oda föl. Egy dolgot jegyez meg, édes fiam. Egy dolgot jegyez meg, édes fiam. Az emberek el lehet pusztítani, az emberiséget soha. A remény mindig megmarad.